Köszöntöm a szubjektív nézőit. A szakemberek szerint minden ötödik koronavírussal fertőzött személynél alakul ki valamilyen mentális probléma a betegséget követő 90 napon belül. Ez lehet depresszió, szorongás vagy akár álmatlanság. Ennek részleteiről beszélgetek mai vendégemmel, Papágot a pszichológussal. Üdvözöllek a stúdióban, mi már régebb óta ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a műsor ideje alatt. Szervusz! Körülbelül egy évvel ezelőtt készítettem már egy hasonló beszélgetést Sági Zoltán neuropszichiáterrel. Azóta eltelt egy újabb év, és a koronavírus még mindig a mindennapjaink részévé vált. Ugye jelenleg zajlik a negyedik hulláma a járványnak. Ebben az elmúlt egy évben hogyan változott a koronavírus járványhoz való viszonyunk, és milyen mentális problémák lépnek fel? Most talán egy kicsit okosabbak vagyunk, vagy azt gondoljuk, hogy okosabbak lehettünk, mert van már egy másfél-két év mögöttünk. Tehát itt azért koronagenerációkról, vagy COVID-generációkról beszélünk, főleg azokról, akiket ez súlyosan érintette mondjuk a fejlődésükben. Fejlődés alatt értek minden olyan helyzetet ebben az esetben, amikor az, hogy nem lehettek közösségben, vagy az, hogy otthon voltak csak a családjukkal, az, hogy távoktatásba kerültek, az, hogy ilyen kaotikus helyzet volt, hogy járványhelyzet volt, ugye új fogalmakkal ismerkedtünk, hogy ez mind-mind hatott arra, hogy bizonyos képességeik később, vagy egyáltalán ne sajátítódjanak el. Azt gondoljuk, hogy a legnagyobb vesztesek azok a most talán másodikos, harmadikosok, általános iskolásokról beszélek, mert a másodikosok azok, akik az iskola előkészítő programot végezték volna el akkor, amikor már ugye bezáródtunk, illetve nem tudtak jelen lenni az óvodában, az iskola előkészítő programban, illetve azok a diákok, akik akkor voltak elsősek, és valóban nem tudták elsajátítani, begyakorolni mondjuk a második fél évre eső írott betű, vagy a bizonyos számfogalmak, összeadás, kivonás alapműveletek képességét. Nyilván mindenki veszített ebben, tehát hogy nem beszéltünk abszolút nyertesekről semmiképpen sem. A 10 év alattiakkal talán az a helyzet, hogy ők azért sokkal inkább alkalmazkodóbbak, sokkal inkább hatnak rájuk a minták, amiket látnak maguk körül, tehát itt a szülőkre gondolok elsősorban. Ezért az, hogy ők jól lehessenek, ahhoz az kell, hogy a szüleik is jól legyenek, vagy jól viseljék ezt a dolgot. A jól lenni alatt azt értem, hogy autentikusan, és nem állandóan egy szerepbe bújva, mert egy gyerek nagyon jól érzi azt, ha egy érzés nem hiteles, vagy egy viszonyulás nem hiteles. És ebbe az is belefér, hogy néha szomorúak vagyunk, vagy elkeseredettek, vagy akár dühösek, hogy nem mozdulhatunk ki, vagy nem lehetünk annyit a barátainkkal, vagy jobban oda kell figyelnünk dolgokra. Esetleg anyagi gondokkal küzdenek a szülők. Szóval ez mind-mind kihat. A második legnagyobb vesztes csoport az a 14-18 évesek köre. Ez a kamaszkornak a kellős közepe, amikor is énkeresés van. Ami leginkább úgy erősödhet meg, vagy úgy fejlesztődhet, ha itt van a féktelenség, és van a keretesség is. És hogy erre ilyenkor a leginkább visszajelző közeg, azok a kortársak. Ha én nem tudok a kortársaimmal kapcsolódni, nem tudok velük lenni eleget, akkor azt sem tudom megtapasztalni, hogy milyen teljesen féktelenül működni, és milyen korlátok között, úgy, hogy az még a társadalmilag elfogadott kereteknek megfeleljen, de hogy mégis jól érezzem magam benne. És tényleg azt mondjuk, hogy itt még egy generáció van, ez pedig a 20 évesek, akik a kapunyítás periódusában vannak, most kellene valamit kezdeni az életükkel, ha eddig nem kerültek egyetemre, és az egyetemi oktatás is nagyon specifikus jelenleg, akkor munkába állnának, kapcsolódnának, szórakoznának. Most van az a kijelentés, hogy szeretnék élni végre leszakadva a szüleimtől, családomtól, és nem tudnak leszakadni a családról és a szüleikről, hanem otthon tudnak maradni, esetleg segítségre szorulnak a szülők, a háztartás, és nem tudnak nagyon munkába állni sem, mert hogy a munkaerőpiacon is nehézségek vannak. Lehet, hogy furán hangzik majd ez a kérdés, de van-e olyan embertípus, akit mondjuk egy ilyen helyzet nem visel meg? Tehát ugye vannak, nagyon érdekes, hogy vannak mondjuk a vírus tagadók, akikről azt gondolnánk, hogy ó, hát ők ezt nem hajlandóak tudomásul venni, nyilván nem is érdekli őket, nem viseli meg, közben nyilván ez a hárítás is a jele valaminek. De van olyan embertípus, aki tényleg nem visel meg mondjuk ez? Én azt gondolom, hogy mindannyiunkra hat. A legnagyobb tévképzetünk pont az, hogy
valahogy mindig a régi visszaállításában reménykedünk, miközben ezt el kellene engedni. Tehát máshol sem lesz az, ami volt, sokkal inkább az új helyzethez való minél jobb alkalmazkodás, vagy azoknak a lehetőségeit kihasználva kellene ezeket a krízis helyzeteket megoldanunk. Az imént kérdezted, hogy a gyerekeknél milyen hatása van, és hogy ezt azért kicsit felületesen közelítettem, mert amit viszont egy év után már jobban látunk, hogy itt súlyos szorongások vannak. Hogy itt vannak pánikszerű működések, pánikrohamoktól, vagy pánikszerű félelmektől kezdve a tanulási nehézségek, a koncentrációs nehézségek, a figyelemzavar. Visszaülve az iskolapadokba azt látjuk, hogy ez bekövetkezett. Tehát ez ott van a gyerekeknél, és ez ott lehet a felnőtteknél is. Tehát azt gondolom, hogy nyertese ennek a dolognak nincs. Azok szempontjából van fejlődés, akik eleve alkalmazkodóbbak. A nyertesek közé soroltuk korábban, idézőjelben azokat, akik nehezebben találják fel magukat társas helyzetekben, mondjuk az introvertáltak, vagy azok, akiket korábban bántalmazás ért egy-egy közösségben, és ők megtapasztalhatták azt, hogy védve vannak egy olyan közegben, mondjuk a család, vagy a szűkebb baráti kör közegében, ahol ez nem fordulhat elő, miközben viszont megjelent a családon belüli erőszak, mint sokkal magasabb ráta a korábbiakhoz képest. Igen, az ENSZ felmérése szerint egyébként 20%-kal nőtt a családon belüli erőszak a koronavírus járvány jelenléte óta. Nyilván ez a tartós összezártság miatt alakult ki, gondolom. Hát ez az egyik, másrészt valóban bizonyos házasságok vagy kapcsolatok azért más módon működtek, sokkal pragmatikusabb, kevésbé mély kapcsolódások, itt azért össze-össze kényszerültek, tehát hogy ott kellett lenniük egymás mellett olyan helyzetekbe is, amiben korábban nem együtt voltak. Nagyon komoly kihívás elé kerültek azok a kapcsolatok, amelyek már évek óta megromlottak és kvázi kapcsolatként voltak jelen. Ebben az időszakban születtek gyerekek is. Formálódtak családok, tehát hogy sokan most váltak szülővé, úgy, hogy közben a létfenntartással kellett megküzdeniük. Tehát, hogy nagyon sok szorongó apa jár például hozzám segítségért, akik komoly stressz következményeként egyúttal az apaság megküzdésével is ott vannak, és nem tudnak igazán még helytállni ebben a helyzetben. Tehát a megfelelés a szülők részéről ott van. Az erőszak pedig nem mindig fizikális, sokszor ez ugye verbális szinten jött ki, nagyon sokszor a házastárs vagy a partner felé, de a gyerekek felé is elég gyakori volt. Olvastam egy nagyon érdekes cikket pont az apaság kapcsán is, hogy van ennek egy másik oldala is a szakemberek szerint. Arról is készült egy felmérés, hogy nagyon sok apa az otthoni munka miatt, tehát akár távmunka, ugye online munkát végzett, ebben az időszakban megtapasztalhatta azt, hogy milyen otthon lenni reggeltől estig, milyen akár ellátni azokat a feladatokat, amelyeket egyébként nem szokott, mondjuk a gyerek körül, tehát hogy nem csak azon, hogy hazajön apa, és akkor játszik egy órát a gyerekkel, és jaj, de jó, hanem tényleg akkor ott volt az etetés, a pelenkázás, az altatás alkalmával is, és hogy nagyon sok apa úgy nyilatkozott, hogy teljesen másként tekint már a családra, és sokkal szorosabb a kapcsolata a gyerekkel. Erről mi a véleményed? Ez valóban így lehet? Én nagyon örülök, ha ilyen tanulmányok születnek, mert hogy tényleg egy kicsit én is az előbb úgy indítottam ezt a beszélgetést, hogy a borulátó, a negatív megközelítést hoztam, és hogyha ez nem is nyertes, de azért egy olyan helyzet, ami ad egy olyan tapasztalást egy friss apának, vagy egy régebb óta apának, vagy akár egy anyának is, vagy bármilyen családtagnak, amiben ő fejlődhet, megélheti azt, hogy lehet többet lenni együtt a gyerekkel, és attól ő még jól lehet, vagy lehet, hogy meg tudja állni a helyét ebben a helyzetben, hogy ezek a pozitív megerősítések akár egy jó szülő-gyerek kapcsolatot is eredményezhetnek, hogy ez milyen jó. És ez lehet hosszú távú szerinted? Tehát, hogyha valaki ezt az apaságot most így az összezártság és a járvány miatt így éli meg, akkor ez hosszú távon maradhat így? Én azt gondolom, és itt a saját tapasztalatomat hoznám be, hogy a saját családomban megélt legintenzívebb együttlét az a bombázások idején igen, volt. Igen, egyébként. És az egyik legszebb emlékem is ehhez az időszakhoz kötődik, és sajnálom, hogy ezt néha szégyenkezve kell mondanom bizonyos helyzetekben, mert valakinek nem szép emlékek kötődnek ehhez az időszakhoz, de hogy pontosan akkor voltunk állandóan együtt, úgy, hogy semmilyen digitális jel nem ért bennünket, mert áram sem volt, és nagyon jól tudtunk mi úgy működni a szüleimmel, hogy,
hogy ők is jól érezték magukat, és nem érezték kötelességnek azt, hogy a gyerekkel valamit csinálni kell, hogy én sem éreztem azt, hogy a szüleim terhek, pedig akkor már nem voltam pici gyerek, hanem hogy ebben a családi együttlétben van egy nagyon kellemes visszajelzés vagy élmény is. Ez érdekes egyébként, hogy ezt hoztad fel példának, mert nekem is ez az emlékem, és nagyon sok barátomtól hallottam ugyanezt, hogy azok igazán ilyen meghitesték voltak, tehát hogy eltekintve attól, hogy ugye miről szólt az egész, hogy miért voltunk úgy gyakorlatilag összezárva akkor is. Beszéljünk egy kicsit konkrétan a mentális problémákról. Milyen problémákat vethet fel maga a járvány? A szorongás, ami állandóvá vált a gyerekeknél, ugye eleinte ez abból a félelemből jött, hogy valaki megbetegedhet, valakivel valami történhet. Aztán bekövetkezett az, hogy valakivel tényleg valami történt, mert szinte mindannyiunknak, ha nem a családjában, de a közelségben, a baráti körben van olyan ismerőse, aki vagy megbetegedett, esetleg komoly következményei lettek, és sajnos voltak itt ugye fatális kimenetelő esetek is. Tehát utána ez felnőtte magát, és hogy a szorongás attól vált élőbbé, hogy ez most már velem is megtörténhet. Sok gyerek látta azt, hogy a szülei például betegek, mert ugye ilyenkor karantén kötelezettségbe kerültek, és együtt töltötték ezeket a napokat. Valamiért azt gondolom, hogy nekem szülőként is az volt az egyik legbiztatóbb élményem, hogy talán a gyerekem nem fog megbetegedni. És aki szülő, az érezheti ezt, hogy az milyen nagy teher, ha még tehát a gyerek betegsége, az a tehetetlenség érzés az, ami talán a legfenyegetőbb tud lenni. A vesztesség légkörében lenni, nem, akkor is, hogyha ez nem valós, tehát hogyha nem beteg senki, hanem folyamatosan beáramlik, akár a televízión keresztül, akár bármin keresztül, hogy most ennyien betegedtek meg, most éppen ennyien haltak meg, ez behozza automatikusan a vesztesség élményt. És hogyha ehhez egy korábbi trauma is kötődik, akkor ez az állandó stressz, ami előhív egy korábbi traumatizációt, vagy felerősíti a jelenlegit, még akár ilyen poszttraumatikus stressz-szindrómát is okozhat. A mostani helyzetből még azt látjuk, hogy tényleg komoly figyelemzavar van a gyerekeknél. Ugye itt egy teljesen más kutatásban voltak ők jelen, rövidebb, intenzívebb, kevésbé interaktív jellegű munka volt ez a tavalyi, és most teljes figyelmet igényel tőlük, teljes koncentrációt, értelmezést és begyakorlást, amitől ők azért vagy ki sem alakultak ezek a munkaszokások, vagy ez a fajta érettség bennük, vagy azért elég volt ez az időszak, hogy elszokjanak. Közben iszonyatosan erősen bejött a digitalizáció, amik viszont nagyon erős, nagyon vonzó jelek. Tehát azért ma egy gyerek, hogy lekattanjon például a videójátékról, a komputerről, ez egy akkora kihívás a szülőnek, hogy már újabb szülők iskoláját kellene erről nyitnunk. Sőt, a szülőknek is komoly kihívás jelent. Tehát csak ők, mi más kütyükkel vagyunk talán elfoglalva. Tehát ugye a koncentráció, a figyelem zavar az itt van. Ez aztán vagy emiatt, vagy azért, mert bizonyos képességek nem lettek elsajátítva, a tanulási nehézségekhez vezetett. Tehát most azért elég komoly felmérést igényel az, hogy valaki a képességei hiányában, vagy a készségei hiányában jutott egy tanulási nehézség állapotba. Ilyenkor indukolt egy sajátos nevelési igény, vagy egy sajátos nevelési igényű gyerek programjának a kiépítése, kidolgozása, ami mindig a nevelővel, az oktatóval és a szülővel együtt történik. A gyerekeknek nagyon sok félelmük itt van. A félelem a magánytól, hogy esetleg ugye valakit elveszítek, vagy egyedül maradok, pont abból a közös létből, ami sokáig nagyon intenzív volt, most hirtelen megint az van, hogy a szülők dolgozni mennek, fél napot egyedül vannak, vagy nagyszülőkkel, vagy más emberekkel. A nagyszülők azért érdekesek itt most különösen, mert korábban ők voltak azok, akikkel nem kerültek kapcsolatba, vagy nem kerülhettek, mert ez volt a javaslat. Tehát, hogy egy újra szocializálódás van, és hogy tényleg tanulnunk kell újra, vagy tanítanunk kell újra a kapcsolódást a gyereknek. Ezt szintén a saját gyerekemnél tapasztaltam, amikor a tavaly előtti év végén elmentünk a bizonyítványosztásra, és azt láttam, hogy nem tudott beszélgetni az osztálytársaival, pedig csak 3 hónapról beszélünk. Tehát, hogy nagyon gyorsan, nagyon erősen láthatóvá válik egy ilyen jel,
A kommunikáció lecsökkent, a kommunikációs készségek nehezebbek, vagy nehezebben elsajátíthatók, a szókincsük sokkal szegényesebb, ez egyrészt a digitalizáció, másrészt az interaktív, vagy a megerősítő, vagy a visszajelző rendszereknek a hiányában jelen van. És ugye ez az egész káosz, ami itt van, azért az magával hozta, hogy itt eltűntek a keretek. Tehát, hogy nem tudok mihez igazodni. Nincs rendszer? Nincs rendszer, igen. Miközben előtte azt tanultuk, hogy tervezünk nem csak a holnapot, vagy nem csak a következő órát, hanem akár heteket, akár éveket, nyaralást terveztünk, pihenést terveztünk. A pihenést nem tudom megtervezni, ez egy nagyon fontos hiányosság. Miközben valamikor a kiégést, vagy pont azt a fáradtságot, amit egy iskola hoz, azt tud feloldani, ha tudom tervezni azt, hogy a jövő hétvégén, vagy a téli szünetben, vagy a nyári szünetben esetleg olyasmiket csinálhatok, amihez igazán van kedvem, és semmi köze a kötelezettségeimhez. Hogyan tudok segíteni a gyerekemnek, ha észreveszem rajta azt, hogy mondjuk szorong, vagy félelmei vannak? Ugye itt említetted a halált is, ami ugye vele járója a koronavírus járványnak, és hajlamosak vagyunk a gyerekeknek mindig azt mondani, hogy jaj, csak az idősek halnak meg, aki nagyon idős és nagyon beteg. Hát most a járvány alatt azért nagyon sokan sajnos megtapasztalhatták, hogy ez nem egészen így van. Ennek kapcsán hogyan tudok segíteni a gyereknek, mit tudok neki mondani, úgyhogy az hiteles legyen? Mindenféleképpen a szorongás csökkentésében segít a jelenlét, tehát a szülő közelsége. És ez akkor hiteles, és akkor jó, ha ez egy valós elérhetőség. Tehát nem csak fizikailag van jelen, már az is nagyon jó, hanem kérdezhetek, mesélhetek neki, megbeszélhetek vele dolgokat. A halálról beszélni ma már nem lenne szabad, hogy gond legyen. Ezt kicsi gyerekkortól kezdjük. Onnantól kezdve, hogy a mesékben megjelenik a szimbolikus veszteség, vagy egy kis állat eltemetése, vagy akár megtapasztalása annak, hogy a házi kedvenceknek az élete is véges, majd szépen lassan, ugye ez odáig fejlődik, és már egy 10 éves gyerek nagyon reálisan tudja látni a halált, tehát ő tudja azt például, vagy tudhatja, hogyha itt nincsenek téves információk átadva, hogy onnantól fogva valóban megszűnik az élet, és ez nem egy visszafordítható folyamat. Ha nem beszélünk, ha tabut gyártunk, akkor ez nem segít bennünket és a gyereket sem. Mert akkor abból azt tanulja meg, hogy erről nem beszéltek a szüleimmel, hanem nekem kell megoldanom ezt, illetve nekem kell megtalálnom magamban a válaszokat, és itt akár nagyon szélsőséges megoldások születhetnek. Talán az is, hogy magukat okolják mások haláláért, mert hogy semmi magyarázatot nem kaptak. Tehát mindig fontos, hogy elmondjuk azt, hogy a halál az jelen van, az valami, ami mindannyiunkkal meg fog történni. Persze ilyenkor szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy de anyu, apu, te is meg fogsz halni, és hogy erre tényleg az a helyes válasz, hogy igen, de hogy még nagyon sokáig szeretnék veled lenni, vagy veletek lenni. Tehát, hogy nem szabad azt gondolom ilyenkor hazudni a gyereknek, nem szabad azt gondolni, hogy megspóroljuk a fájdalmát, vagy a félelem kialakulásának a lehetőségét esetleg elodázzuk, vagy ellehetetlenítjük, ez ugyanúgy megjelenhet, sőt, ha erről nem beszélünk. Tehát az, hogy egy nagyszülővel ez megtörténhetett, az ott már bekerült ugye a médián keresztül is, hogy azért nem találkozunk a nagyékkal, vagy a nagypapáékkal, mert megbetegedhettek, ha megbetegedhetnek, akkor ez súlyos lehet, és hogy ez valóban ugyanúgy megtörténhet bárkivel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Papágot a pszichológusnak, a nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!